Sziasztok! Ez itt a Kati Szemese csatorna. Na sziasztok! Bemutatom nektek a következő verseny. Vele valami baki van, nézzétek fel más sörénye. Jaj, és valami hiányzik, a kantár. Na gyere gyorsan! Tudom, hogy ilyenkor nem szabad vágtázni, de most gyorsan. Lemaradt a kantár. Ha fele felszerelés nincs, akkor nem indulhat el a versenyen. Gyorsan. Na, menj. Van még... Ne egyél most, fivér, drágaságot. Látszik, hogy azért nem saját ló. Nem hallgat még annyira ránk. Gyorsan. Keresünk valami outfitet neki. Ez jól áll neki. Jól áll, na. Türkis nem, ez már volt. Rúzsaszín. Nem látszik az a baj, annyira szép, hogy nem. Jó, legyen ez a csen. És, hogyha ez van, változtatunk az outfit-jén. Jó, ez sokkal szebb. És... sörényt. Ezt köszönjük még nekem a gazdáim. Ugyanis nekik sajnos most el kellett menjünk egy időre. Mert a neki a gazdája, aki elindította, ő az istálós fiú. Vagy istáló. Istálló vezető? Na. Futás! Ide értünk. Indítom neked is egy 2 percet. Mindjárt. Dúlhat. Na. Sok szerencsét, hogyha már. Úgy bevett az, de csillagokért cserébe. Szóval szerintem megérte az idő. Csillagokért. Csillagokat feláldozva az időért. Hú, ezt a gyorsítót be kellett volna, nem? Idővel most nagyon nagy bajban vagyunk. 10 másodperc kis többiekhez képest. És egyébként az első, az most tudtuk meg csillag. Szóval hajrá csillag. Te gyorsító az, ami? Még egy lassító. Tehát köszönjük az idővel, most kis is be van. De legalább még egyes hibázott. Az egy jó pont nála. Nem hiba, hibátlan. Teljesítmény az jó, csak időbe kéne. Idővel lehet, hogy vacakoltak egy kicsit. Egyébként ez nagyon szép versenyló. Lehet, hogy majd ő is ellátogat a Lovaldán, hogyha jól láttam a foglalást. Mert ugye a gazdájának ő is jön oda hozzánk lovászkodni. És akkor ő is jön. Úgyhogy lehet, hogy majd ő is lesz a videóban. Lehet, hogy majd őt is megedzük. Na, gyorsítókat úgy. Összesen be kéne zsebelni, hogy időben legyünk. De csillagokkal remekül állunk. Opa! Éppen azt akartam mondani, hogy hibátlan teljesítménnyel, de nem. Idővel. Hanyagul teljesen. Ahhoz van, de lehet csak egyet hibáztunk eddig. Jó, és lejárt az idő! Na, nagyon ügyes voltál, csak az idővel volt baj. Tiged is megtisztítjuk a patádat. Gyorsan oda. Vezettük őt, azért volt ilyen. Milyen jó. Amúgy gyakorlatilag most mi vagyunk a lovászok, nem a gazdája, mert mi cseréljük itt a lovak patkóját, meg mi takarítjuk ki, meg minden. Outfitjér is mi mentünk el, szóval. Ja nem, bocs! A gazdája bíró! A bíró a versenyen. Nyilván a saját lovát nem pontos értékelte.
No, ügyes voltál, csak az időben volt baj. Na, sziasztok! Itt is vagyunk. De melyik a ma harmadik versenyző? Vagy elnézést, negyedik, most már igen, negyedik. Nos. Figyelem, figyelem! Nem sokára kezdődik a verseny. Akkor ezt a szép pej Lú lesz a kiválasztott. Na. Nagyon szépen van felöltözve, türkisz és kék árnyalatok keverednek. Na de, indulj is! Sok szerencsét! 10 perc, nem sokára indul. És indulhatsz is. Menj. Hoppá, csillagokért mindent mondják. Most beszedjük, szóval nem kell lassítót szedni. Még egy újabb pajzs. Pajzsunk még megvan. Utolsó támadás még kibírt. De jól megy az aló. Hoppá. Szerintem elfelejtette, hogy most már nincs pajzs. Meg én elfelejtettem, nem tudni. Hopp. Még maradt kereken 40 másodperc. Hú, 80 pont levonás. Szegényem. Menjünk is patatisztításra. Hát viszonylag ügyes volt. Ez a szép pejló. Hát az elsőnél biztos jobb volt. Csak majd jobban előre kell néznie. Na szóval, nagyon ügyes volt ez a szép pejló, hogy jöjjön a negyedik versenyző. Elnézést. Negyedik versenyző? Jöjjön az ötödik versenyző. Na itt láthatjuk Szürkét a bajnokot éppen. Kiúszik. Elég gyors, elég erős testfelépítésű duó lehet. Egyéni kis füvet, úgy. Kielemezik az outfitjét, ugyanis még van 2 perce rajtik. Lehet, szép szivárvány szeme van, nem tudom. Sárga is van a szemében, rózsaszín, meg így, hogy látjátok. Igen, szép halszálkafonás, ugyan nekünk is. Fehér és barna. Amúgy tökéletes. Fehér és rúzsaszín szerintem nyerő. Ugye nyereg ez mindenkinek ugyanaz. Na. Milyen szépen bemutatkozik. Úgy ez jó volt. Bakolás. Hogy lesz. Jó, indulunk, Szürke. Köszönjük. Jobb. Vagyis.
időmérnökök megint váratják szürkét. Na de engem minket nem csak a kinézete számít, hanem az is, hogy hogyan mozog a pályán. De az elején muszáj sajnos begyűjteni ezt a gyorsítást. Jaj! De gyorsítás kedvéért feladatott egy időt, ami nem értem meg szerintem. Ezt a lovas elhibázta. Nagyon gyorsan halad, időben is jó, csillagokban is. Tényleg a legnagyobb ellenfelünk hibázásban. Egy. Eddig. Volt olyan, aki már ilyenkor ki is esett. Nagyon jó. Jaj, ezt a gyorsítást kérte, de nem baj. Jaj. Is. Ó, nagyon gyors. Még jó, hogy volt pajzsam, ugye, és neki ment valamire. Jaj, begyűjtötte a lassítást. Most ez időben meg van csúszva. Eléggé. Csillagokban tökéletes. Nem tudok erre a lóra. Sajnálom szürke. Én is szomorú lennék. Oda vezetünk a patkoláshoz. Úgy. Na. Patkoljuk meg őt. Nem tudom. Nem tudok mit mondani. Én nem tudok mit mondani. Hát nem tudom. Sokkal több csillagot gyűjtött, mint csillag. Jó. 10 darabbal többet gyűjtött. Időben is jobb volt 5 másodpercnél. Több ideje volt, mint csillagnak időt gyűjteni. De hát ő pedig nem vitte végig a pályát, szóval nem tudom. Na de, térjünk is vissza a csillaghoz. Sziasztok! Iratkozz fel a Katica Mese csatornára, ahol még sok hasonló mesét találhatsz.